Már csak pár pillanat, és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Élőben a stúdióban kézzel foghatóan Ázbrai Tisztán, a Hungary Helps vezetője. Az elmúlt napokban, hetekben élőben jelentkezett be a legkülönbözőbb színhelyekről. Nagyon büszkék voltunk önre, amikor láttunk, hogy tulajdonképpen templomokat, kórházakat, kolostorokat avatnak újjá a magyarok segítségével. Lehet, hogy mi mentjük meg a kereszténységet? Legalábbis megpróbáljuk megmutatni, hogy hogyan lehet megmenteni a kereszténységet és a keresztény civilizációt. Valóban a koronavírus járványnak az első hullámainak az időszaka az több szempontból nagyon nehéz volt, szakmai szempontból is nehezítette a munkánkat, mert nehéz hatékonyan egy nemzetközi segítségnyújtási programot anélkül vezetni, hogy az ember nem tud részt venni azokon a személyes találkozókon, látogatásokon, amik szükségesek ahhoz, hogy tényleg ott segítsünk, ahol a baj van, és úgy segítsünk, mint ahogy arra szükség van. Úgyhogy az elmúlt időszakban megpróbáltuk behozni másfél évnek az ilyen jellegű kimaradását, és másfél hónap alatt 7 országban, 4 kontinensen látogattunk el humanitárius támogatási helyszínekre és diplomáciai partnerek építésének a helyszíneire. Államtitkár úr, ezek gyönyörű sikerek, de hatalmas munka vár önre. Nézzük először is, hogy mi a helyzet Beirutban, Libanonban. Az emberek éheznek, a gazdaság összeomlott, járványok vannak, és a különböző terrorszervezetek tizedelik a keresztényeket. Beirutban, pontosabban Libanonban egy örömteli alkalomból látogattunk el, de valóban tragikus körülmények közé. Az örömteli alkalom az volt, hogy befejezték és átadták az egyik legfontosabb libanoni támogatási programunknak a gyümölcsét, egy kulturális szakképző és családsegítő központot Libanonnak egy keresztények lakta halmozottan sújtott hátrányos helyzetű régiójában, Kesoroan megyében. Ott ezt a szakképző központot egyébként egy 17. századi kolostornak a helyén, illetve azt felújítva alakították ki, és teljes országos figyelmet kapott, a pátriárka, a atya is ellátogatott, és nagyon sokan, több mint 1 millióan látták a Facebook oldalamon azt a felvételt, ahogy a hálás libanoni emberek úgy fejezik ki a hálájukat Magyarország és a magyar emberek irányába, hogy tökéletes magyarsággal eléneklik a himnuszunkat. Most azok mellett, hogy azt mondták a helyi emberek, hogy a kilátástalanságban reményt ad az, hogy nem csak a kultúrájukat és a hagyományokat tudják ott ápolni, hanem konkrétan szakképző központra elsősorban nők számára biztosítanak munkalehetőséget, illetve szakképzést, hanem azt is, hogy nagyon sokat jelent, hogy ebben a egészen magukra hagyatott helyzetben volt egy nép, aki melléjük állt. És valóban szörnyű a helyzet. Libanon egyszerre küzd az egészségügyi válsággal, a járványvédelmi kihívásokkal, egy migrációs válsággal, hiszen ott valóban háborús menekültek tartózkodnak 2 milliós létszámban, egy 4 milliós országban, nem pedig gazdasági migránsok, olyan háborús menekültek, akikről gondoskodni kell, de nehéz úgy gondoskodni, hogy az ország gazdasági válsággal néz szembe, pénzügyi válsággal néz szembe, és politikai válsággal, hiszen jó ideje nem tudott ott kormány alakulni. A szövetségesek kivonultak Afganisztánból. A jövő migránsai, a jövő menekültjei most mind afganisztániak lesznek, azok is, akik még a környéken sem voltak soha. Afganisztánban a keresztények is találhatók, és a szomszédos országok mindent meg fognak tenni, hogy az életük még nehezebb legyen nekik. Mit tudunk nekik segíteni? Afganisztán a keresztény üldözésnek, a legsúlyosabb helyszíneinek a top listáján
rossz értelembe vett toplistáján, tehát szégyen listáján nagyon előkelő helyen áll. Talán azért is nehéz mérni, mert olyan mértékű a keresztény üldözés, illetve a keresztény ellenes indulat és szemlélet, hogy a teljes illegalitásban, illetve a föld alatt élnek az ottani keresztények. Afganisztán a számunkra egy nehéz helyszín abból a szempontból, hogy miután olyan szinten üldözik a keresztényeket, nehéz eljutni hozzájuk. Úgy nehéz segíteni, meg humanitárius támogatást adni, hogy az ember nem talál rá a keresztényekre. Ez a helyzet például Észak-Koreában is. A Magyar Honvédség, illetve egy-két szövetséges karitatív szervezeten keresztül próbáljuk fölmérni azt, hogy mit tehetünk ebben az országban. Egy olyan ország, mint mi Európa kellős közepén, akik másképp látjuk az üldözött népek megsegítését, mennyire tudunk továbbra is az élen járni, túl sok pénzünk nekünk sincsen, próbálunk tatarozni, próbálunk oktatni, de hát ez nem biztos, hogy elég lesz. Például Afganisztán esetében is sorolhatnám még tovább ezeket az országokat, akár Egyiptomot is, ahol úgy szintén bármennyire is baráti kapcsolatokat ápolunk velük, de hát a koptok nincsenek túl jó helyzetben. Az erőforrásaink valóban korlátosak, és ráadásul kormányzati programként arra oda kell mindig figyelnünk, hogyha támogatást adunk külföldön, az valamilyen módon a magyar emberek érdekét szolgálja. És azt is látni kell, hogy nem várhatja senki sem Magyarországtól azt, hogy a világot megmentse. Nem tudunk például csak az előbb említett ország közül Észak-Koreába eljutni az ottani üldözött és koncentrációs táborokba zárt keresztényekhez. Nincs rá egészen egyszerűen eszközünk, úgyhogy mindig, amikor fölmerül egy üldözött keresztény közösség, akkor azt kell fölmérnünk, hogy hol a legnagyobb a veszély, ez általában az életveszélyt, a fizikális megsemmisítést jelenti, illetve hova tudunk eljutni. Ennek a kettős szempontrendszerből állítjuk össze a támogatási listáinkat, és nem lehet az a célunk, hogy a világnak az összeszenvedését megváltsuk, viszont azt büszkén mondhatom el, hogy az elmúlt 4 év után a támogatásaink következtében 4 millió embernél is többnek segítettünk megmaradni a szülőföldjén. Vagy visszatérni. 10 000 esetében az életek megmentéséhez járultunk hozzá humanitárius segítségnyújtással, sőt arra is jó pár példa van, legutóbb például Szíriába egy városban, amiben segítettük a keresztény intézményeket, több száz család esetében mondhatjuk el, hogy a migrációs létből, menekült táborokból tértek vissza a szülőföldjükre. Szíriába beiktatták a 21 éve hatalman lévő elnököt. Én tudom azt, hogy ön próbál nem politizálni, hisz ha valaki segélyt nyújt, akkor nem politikai véleményt kell kinyilvánítani. Szíriában ugye a polgárháború dúlt, és ott a szomszédok is kellőképpen, azt is mondhatnánk, hogy Irán is kellőképpen beavatkozik, és Irán például nem pont a keresztényeket támogatja. Milyen újabb kihívásai vannak Szíriában? Hát a szíriai helyzetben kapcsolatban én politizálok, mert politikus vagyok, de a öncélú, nem tudom, ilyen diplomáciai botránykeltés, az egyrészt nem szolgálja sem Magyarország érdekeit, sem az üldözött keresztények érdekeit. Ezért igyekszem egy kiegyensúlyozott véleményt adni. Magyarországnak az álláspontja az Assad rezsimmel kapcsolatban egyértelmű, a diplomáciai kapcsolatainkat megszakítottunk, valamint csatlakoztunk a szankciós rezsimhez. Ugyanakkor arra odafigyelünk, és oda kell figyelnünk, hogy a szankciós rezsim az addig a mértékig kell betartani, sőt teljes mértékben úgy kell felépíteni a szankciós rezsimet, hogy a ártatlanul szenvedő embereknek a helyzetét ne súlyosbítja és rombolja. Ezért a Hungary Health programnak Szíriával kapcsolatban egy vívmánya és eredménye volt, hogy anélkül, hogy ezeket a szankciókat, a megérdemelt és jogosan kivetett szankciókat megbontanánk, vagy megsértenénk, az egyházakon, a helyi egyházakon keresztül megtaláltuk azokat a humanitárius folyosókat, amikkel életeket tudunk Szíriában menteni. A szíriai helyzet az bár
Sokan tájékozatlanul úgy gondolják, hogy az iszlám államnak a félkatonai vagy félállami szervezetének a megdöntésével megoldódott. Ez nem igaz. A humanitárius válsághelyzet az egyre inkább súlyosodik, sőt még a fegyveres összetűzéseknek sincs vége. Ezen kívül pedig jelentéseket, információt kaptunk arról, hogy az iszlám államnak egyes sejtjei azok újra agresszív, erőszakos cselekményeket hajtottak végre, elsősorban rendvédelmi erők ellen a szíriai keresztény egyházakkal, az ortodoxoktól a katolikuson keresztül egészen a protestánsokig nagyon élő kapcsolataink vannak, folyamatosan tájékozódunk a humanitárius igényeikről, és próbáljuk folyamatosan a humanitárius igényeiket kiszolgálni. Korábban azt hittem, hogy önnek csak kiváló kapcsolatai vannak Rómával, magával, a földi helytartóval, a pápával és egyáltalán, de én, aki a külföldi hírcsatornák nagy fogyasztója vagyok, a képernyőkön feltűnni láttam hosszas interjúkon keresztül szinte minden nagy amerikai hírcsatornán is önt. Nagyon pozitívan fogadták az ön szerepléseit. Lehet, hogy nem elég csak jót tenni, hanem ezt el is kell adni? Igen, a mi magyarok, ez ilyen történelmi, nem tudom, ilyen népjelleg, hogy nagyon sok jó dolgot tudunk csinálni, de pestiesen szólva abban nem voltunk hatékonyak mindig, hogy eladjuk azokat a jó dolgokat. Most úgy tűnik, hogy ön ezt megtanulta, hogy kell. Csinálunk. Van egy olyan ősi KDNP-s mondás, még az egyik nagy személyiség, még háború előtti, vagy kommunizmus előtti személyiségétől a pártnak, hogy tedd a jót és beszélj róla, és tényleg a politika erről szól, hogyha valami jót teszünk, valamilyen példát mutatunk, annak akkor van értelme, akkor van hatása, hogyha erről be is számolunk, és meg tudunk másokat is győzni, hogy jót teszünk. Előbb azt büszkeséggel mondtam el, hogy 250 millió üldözött keresztényen segítettünk a nagyvilágban, de a nagyvilágban 340 millió keresztényt üldöznek, ehhez képest eltörpül ez a szám, és akkor tudunk igazán hatást elérni, hogyha más országokat, kormányokat, szervezeteket meggyőzünk arról, hogy ezzel foglalkozni kell, és érdemes úgy foglalkozni, mint ahogy azt a magyarok tették a Hungary Health program keretében. Ezért fontos az, hogy még ellátogattam a támogatási helyszíneinkre szép számmal Libanonba, Gánába, Örményországba az elmúlt másfél hónapban, nyugatra is elmentem, tehát a nyugat-afrikai helyszínek után igazán veszélyes és ellenséges környezetbe, például Brüsszelbe, de az elmúlt héten Washingtonban tartózkodtam, ahol az nagyon nagy eredmény volt, hogy a világ legnézettebb és legtöbb háztartásba eljutó konzervatív hírcsatornájában, Newsmax adóba, amelyik leelőzte még a Fox News-t is, Amerikába behívtak. Nézek. Gratulálok a szereplésekhez, bízom benne, hogy sokat fogunk tudni segíteni Örményországban és minden gócponton. Most a feladat az, hogy készüljön a szeptemberi konferenciára, a nagy találkozóra, amivel Isten segítségével a pápa is meg fog érkezni, és misét fog celebrálni. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában a Hungary Helps államtitkárát, alapítóját, működtetőjét, Azbay Trisztánt látták és hallották, aki a jövőben is küzdeni fog tovább az üldözöttekért. Ezzel a beszélgetéssel tulajdonképpen véget ért a Pirkadat reggeli politikai magazin műsorunk. Mi azért vagyunk, hogy önök ne legyenek egyedül. Most az én zsidó szemüvegemen keresztül egy általam vélt objektív híradó következik, mint minden órában. Én csak arra kérem önöket, hogyha építő jellegű véleményük van, hangsúlyozom, építő jellegű véleményük, akkor ragadjanak tasztatúrát vagy egy tollat, írjanak, telefonáljanak, könyörgöm, nem éjfél után, mert nekem is aludni kell. Fogadjanak minket olyan szeretettel, mint ahogy mi készítjük a műsorokat. Azért vagyunk, hogy önök egész nap ne legyenek egyedül. További jó tévézést, figyeljék a csatornákat. Következik a híradó. Köszönöm, hogy rendelkezésre állt. És köszönöm.